Az aktív O2 brutálfutás ideig 2400 jelentkezője gondolta úgy, hogy kipróbálja, mennyire igaz a rendezvény 8 éves mottója. Miszerint a nevezéskor még jó ötletnek tűnt. Mármint a nyáregyházi motocross pályán kanyargó 7 kilométeres távon leküzdeni a 22 akadályt. Némelyiket többször is. Élesen elkülönül a futás előtti és utáni megjelenés, lévén az akadályok több mint fele meglehetősen saras. A brutálfutásnak már a rajtja sem szokványos, ugyanis az első akadály, hogy vissza kell venni a rajt előtt levetett cipőt, és csak akkor lehet nekiindulni a meglehetősen kacskaringos pályának. Végre nem csak az van, hogy a városban az aszfalton futunk egyenesen, hanem így nézhetek ki a végére. Egyébként szereted összekoszolni magad, vagy inkább pedánsabb? Nem, szeretem, tényleg. Ez a 7 kilométer mennyire futható? Szerintem amúgy ez még pont így a futható távolság. Meg jó, azért lehet közben sétálni is, de ez így pont jó. Nekem a kedvencem a vizes akadályok, ugye az összes, meg most az erdőszakasz is szerintem sokkal jobb volt, mint tavaly. Másodszor jöttünk el erre a versenyre, tavaly is voltunk, megtetszett. Bekenjük magunkat mindig krémmel, és semmit nem érzünk az egészből. Élmény, a dopamin termeli ez az egész rendezvény, sokan vagyunk, jó a kihívás, nem csak egy sima futóverseny, jók az akadályok, jó a hangulat. Nagyon cukik a malacok, nagyon szép az érem, az egyik kedvenc állatunk. Úgyhogy ezért mindenképp egyedi. Mi a jó ebben a brutálfutásban? Azt, hogy sorosak lehetünk. És ilyen jó összekoszolni magad? Igen. Ezt hányadszor teszed meg? Most csinálom először. Melyik volt a kedvenc akadályod? Hogy érezted magad? A szeges drót, mert tudtam 4 kézláb menni. És a vizes akadályok hogy tetszettek? Azok is nagyon jók voltak. Mennyire figyeltél a lányodra? Végig együtt mentetek? Együtt mentünk, igen, ezt megértük egymásnak, hogy ő is megvár engem, és én is megvárom őt. Volt, amikor ő vár téged? Volt olyan, igen, hát ő a vizes akadályokat jobban vette, mint én, főleg a víz alatt itt, meg a sarast. A vonzó, a viccesség volt belőle, hogy nem feltétlen verseny, hanem móka és kacagás. Nagyon élveztem az egészet, szerencsére futottam már hamarabb is 7 kilométert. Ezért én nagyjából számítottam rá, de hatalmas élmény. Neked mi volt a kedvenced benne? A Titanic. Nagyon jó volt belecsobbanni a melegbe. Úgy tűnt, sok indulónak nem volt elég a nehezítésekből, és rátettek még egy lapáttal. Először vagyok. Tavaly vagy tavaly előtti fényképeken láttam egy srácot, ő öltönybe csinálta meg ugyanezt, és akkor ott elindult a bogár a fejembe, és innen jött az ötlet végül. Úgyhogy ez csak továbbfejlesztett változat. Teljesen jó. Nem égett a nap, hűt közbe. Utoljára gyerekkoromban voltam saras, akkor kikaptam érte, most meg még fizetek is. Azt hittük, valami falunap lesz. Azt szerint öltöztünk. Maga futás az milyen ebben a kis esteiben? Nehézség a felmászásban volt, mert kényelmetlen volt ebben a ruhában mászkálni, de úgy szerintem még könnyedebben éreztem magam, mint a Budapest futamon, ahol voltam. Rendes sportruhában, szóval jövőre így futok. A jövőben mindenkinek ajánlom, aki öltönybe akar jönni, hogy mindenképp hozzon övet, mert mikor tele lesz a nadrág homokkal meg vízzel, elég elkezdi lehúzni. Én a nyakkendőmmel kötöttem meg. Lefeltaláltuk magunkat. Tavaly ezzel kezdtük, csak a nyaklánccal, vagy mi ez, virágláncsal. Idén megtaláltam egy ilyet, és mondtam, hogy akkor kiegészítjük ezzel. A hangulat az tényleg ilyen havai? Mi az egészet végig szórakoztuk, úgyhogy nagyon jó volt. Együtt mentünk, a buli kedvéért vagyunk itt, hogy jó érezzük magunkat, mert ez egy buli. Imádjuk, hogy ilyen a pálya, ez nagyon jó. Nagyon sok versenyen indultunk már, de ez mindent visz. Ez annyira izgalmas, annyira vidám, annyira vicces, úgyhogy muszáj még egy kicsi bolondozást belevinni. Kicsit elázott a nyakkendő ugyan, de fontosnak tartjuk a jó megjelenést, tehát próbáltunk hülyen, autentikusan öltözni a rendezvény színvonalához. Meg példát mutatunk a fiatalságnak, hogy legyünk elegánsak mindig, és jól öltözöttek, tehát ez fontos. Legyünk stílusosak. Meg úri emberek, ugye. Meg csirkék. Nyakkendőt neked is van, de ez a szemüveg, ez nem volt nehezítés? De azért sok helyen le kellett venni, belement a víz, de egyébként jó volt. Elsőre vagyok itt, és most így a családdal úgy döntöttünk, hogy bevárjuk egymást, de egyébként, hogyha kicsit rászedtük volna, hogy fussunk tempósabban, akkor szerintem... Akkor te jó helyen végeztél volna, benne lennél a döntőben. Nyilván. A hét futam leggyorsabbjai még egyszer nekivághattak egy rövidített pályának a döntőmenetben, ahonnan a korosztályos végső győztesek kerültek ki. Nagyon-nagyon jó érzés. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy összetettben is én leszek az első, és lehet, hogy mindig nem tudtam felfogni teljesen, hogy ez megtörtént. Egyébként mi a sportom? Ötösázom. Nagyon jó állóképességpróba, és 2 éve először
először a nővérem indult, akkor nem indulhattam el, de annyira megtetszett, hogy már tavaly is elindultam, és ezért visszatértem idén is. Bravo Márko! Az F2 kategória győztese! Ilyen versenyen sose voltam még, nagyon érdekelt, és hát eléggé megerősödtem a régión magamhoz képest, és szerettem volna kipróbálni az akadályokat. Főleg ezek a fellemászások, ezekben elég jó vagyok, és jól éreztem magam. Ezek a árkok, amiben bele kellett ugrani, ezek tetszettek, ezek jók voltak. Ami nem tetszett, ez a drótháló alatt átmászás. Ott voltak kavicsok, és egy kicsit azért szétszette a kezem, lábam, de jó volt az is. Összességében nagyon tetszett a verseny.